A szülőföldön magyarul programban 227.159 külhoni gyerek és fiatal részesül idén támogatásban, közölte a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János közleményében kiemelte, a szülőföldön magyarul program az egyik legfontosabb nemzetpolitikai program, amely óriási szerepet játszik abban, hogy a külhoni magyar gyerekek és fiatalok anyanyelvükön tanulhassanak a szülőföldjükön. A támogatást a magyar kormány a 2002-es 2003-as tanév óta nyújtja. A bruttó 100 ezer forintos oktatási nevelési támogatásra és a szintén bruttó 100 ezer forintos hallgatói támogatásra minden olyan külhoni gyermek és fiatal jogosult az óvodától az egyetemig, aki szülőföldjén a magyar nyelvű oktatásban vesz részt. Évi egyszeri támogatásról van szó, amelyet mindig az előző tanévre vonatkozóan kapnak meg a szülők, a hallgatói támogatás esetében pedig a fiatalok, tette hozzá Potáp Járpád János. A program újdonsága, hogy az idei évtől kizárólag elektronikus úton lehetett pályázatot benyújtani. Az utalások szeptember első hetében indulnak, és a következő hetek folyamán több ütemben valamennyi sikeresen pályázóhoz megérkezik a támogatás. Az államtitkár úgy fogalmazott, nem vagyunk akkora nemzet, hogy egyetlen magyarról is lemondjunk. Ezért Magyarország kormánya a jövőben is mindent meg fog tenni a külhoni magyar közösségek támogatásáért.